kaják, Netflix. Lehalkítjuk, egy szót nem sok, annyit nem értek belőle. Hát, mert ugye szanaszéjjel vagyok agyilag is. Meg mindenhogy is. 1100 millió lenne az ügy, semmihez nincs kedvem. Semmihez. De nem baj, ez is elmúlik, fiam. Na, jó napot kívánom. Hogy tetszenek lenni, Vanni? Így 68-an. Senki nem fog szerepelni a videóba. Pupicsek Márti néni, Pupicsek Dániel. Szép napot, Mártika. Úgy, hogy mondod, drága lelkem. Úgy, hogy mondod. Nem tudom, ki járt már úgy, hogy kicsit túlmérte a farkát, elmérte a farkát, az berendel dolgokat. Én a falusi kosárból rendeltem. Olyan árujuk van, de olyan árujuk van, hogy elájulsz. Pupi Mártika, Pupi csillagom. Berendeltem, ilyet, hogy szarvaszalámi. Nagyanyám mindig azt mondta, Márta, ez voltam én. A karácsony karácsonynak add meg, ami a karácsonyi, mert jövőre a Jóisten megver, az nem lesz karácsonyod. Én ezt úgy betartottam, hogy kicsit túlmértem a farkam. Most hozta a farusi kosaras kisfiú a cuccokat, ilyet, hogy szarvaszalámi, szarvaskolbász. 2 sütőtök helyett 4. Szerintem 2 ajándékba kaptam, mert ennyit nem rendeltem. Mert 4-et hova, minek, mit csinálok belőle? Tök házat, vagy mit? Hogy vagyunk? Ebben nálunk jobban nincs. Szép napot, Mártika, én beteg vagyok, jobbulást kívánok. Szép napot, Mártika, puszi Izraelből. Csokollak, drágám, innen a 7. kerületből. Nem én leszek a köztársasági elnök, hagyjatok meghalni. Tegnap, amikor szembesültem bele, hogy Novák Katalint akarja izének köztársasági elnöknek, én azon gondolkoztam, hogy de tényleg beledőlök a konyhakésbe. De aztán úgy döntöttem, hát akkor még 4 évig legyen ő, aztán majd én. Üdv Angliából, csokollak, drágám. Ne röhögjél már. Ezzel nem vagy egyedül. Már mivel? Hogy túlrendelted magad? Tiszta hülye vagyok, te. Tiszta hülye vagyok. Ne röhögjél. Szép napot, Mártika, nagyon szép a hajad, puszi. Hát kicsim, de azt itt el is vágták. Szép napot kívánok, sok puszika. Sok puszika? Nehogy már sokot kapjunk. Szép napot, Mártika, szép napot. Ilyet rendeltem. Takarítanom kellene. Hát, annyi mindent kéne csinálni, de nincs kedve. Biliárdozok, meg szókirakózok. De most, hogy megjött a falusi kosár, el kell pakoljam, te. Azt sem tudom, mit rendeltem. Ölelés Mártika, Szatmár németőből. Csókollak, drágám, Budapestről. Szép napot, kedves Mártika. Jó hallani hangját, kellemes ünnepeket előre. És neked is, drága, ölelés. Kellemes, szép napot kívánok, szeretette. Én is, drága. Na, annyira nincs kedvem semmi. Ez még iszom egy kávét. Pupika Mártika, függő lettem, imádlak. Nagyon helyes, függél csak. Szép napot, művésznő, szép napot kívánok, drága. Szép napot, csillagbogaram. Mindenkinek szép napot. A fejem is belefájdult, Isten bizony belefájdult. De hogy miért csinálok ebbe ekkora faxint belőle, amikor 2 kutyával élek, rohadjak meg, ha tudom. Na mindegy. Üdv Margitka, üdv Évikém, drága. Kellemes karácsony ünnepek. Én is azt kívánom, drága. Szép napot, Márti néni. Nincs néni. Tegnaptól megszűnt a néni. Nincs nénizés. Nö. Tessék megtanulni. A 60 az új 50. Márti. Vagy ténysasszony, vagy nagysasszony. Ez a 3, amiből lehet válogatni. Nincs nénizés. Köszönöm szépen, jól vagyok neked, és jó egészséget, szép napot. Viszont kívánom. Üdv Mártika, én sem vagyok képes semmire, de nem tudom miért. Valahogy nem is igazán van karácsonyi hangulatom. Ez a Covid, ez bevágott nekünk rendesen. Puszi Márti néni, puszi Balogh Timike. Puszika ezerrel, Timikém puszika. Megnézzük, na gyere, megmutatom, miket rendeltem. Márján Erzsi, kiviszem a kávés részét is. Semmi díszítés még nincs. Kívül van ilyen jégcsapok, vagy mi a bánat.
Na most mondd meg már ennyi, mi az Istennekre? Meséld el nekem ennyi hurkát, kolbászt. Jó, mondjuk van egy fiam, van egy lányom. Azoknak elküldöm, mondjuk, Eiga. Eiga. Várjál, mutatom, Erzsi. Csak tudjam levenni ezt az ollót. Addig leraklattam, addig nézed ezt a bárakármit is itt. Na most azt meséld el nekem, Pista. Azt meséld el, Pista. Tényleg az őrkényből lesz online. Azt meséld el, Pista. Jó, ezt ki ne hagyjátok. Az valami zseniális. Na, figyelj ide. Ennyi hurka kolbász, mi az Istennek nekem? Egy, kettő. Ja nem, csak kettő, meg ebben van a kacsa. Ja, jó van, így már, igen. Kacsacomb, vagy liba? Megnézzük már, mi ez. Kacsa vagy liba? Gál, Andrea, az nem tudom ki. Na, tök mindegy, teszem be a mélyhűtőbe, ha befér. Ha nem, akkor nem tudom, mit csinálok vele. Na, mindegy. Van itt, azt mondja, tök, paradicsom, zeller, shiitake gomba. Nézd meg, ilyen sárgarépát rendeltem. Isteni finom. Isteni finom. Ez a shiitake gomba. Ebből is 4 darabot. Menjünk tovább, haladjunk, elvtársak. 2 vaníliás kalács. Jó, hát ebből küldök a lányomnak, vagy viszek helyesebben. Fokhagymát, gondoltam már, veszek fokhagymát. De ha nem magyar, akkor olyat teszek, hogy elájulnak. Retek. Itt a szarvaskolbász, látod? Ez is az, ez meg a, egy ekkora szalámi. Hát azt ebben olyan sokra nem megyünk. Ebben ma bánat van. Karalábé. Nem. Valami sajt. Aha. Ott is 2 tök, itt is 2 tök. Á, én tökölök egész nap. Na, főzzünk egy kávét. Mit te szólasz hozzá? Mit te szólasz hozzá? Á, én addig nem tudok még dolgozni. Nekem ez még korai. Nekem ez nagyon korai. Nem tudom, emberek miért nem tudnak aludni. Én még simán alhatnék. Mindjárt olvastak, várjál, már csak kávét főzök. Ne idegesítsél föl, mert itt hagylak. Hol a szaharinom? Na. Vettem mandarint. Van itt minden, mint a csili telepen. Na, éhen nem halok. Azt mondja, hogy jó ötlet, nekem is kellene. Mi? Mi kellene neked? Shiitake gomba? Hát gyere, azt adok. Vagy mi kellene? Vaníliás kalács, te ha finomat ettél. Vegyem már fel, a kutya neki esik. Utána én a kutyának. Az nem jó. Az nem jó. Mi kellene neked is, Anna Mari? Ja, kávé? Pardon. Hát anyukám nosza rajta, jó katonák. Hát mi tart vissza? Kimosni kimostam. Ebbe az évben már nem akarok mosni. Azt tudod, hogy szilveszterkor nem lehet mosott ruha. Akasztott ember lesz a házba. Ilyeneket mondtak régen, tiszta hülyék. Nekem nem ízlik a szarvaskolbász, olyan valéze van. Gyurikám, hát szeridíts meg. Hát beszélgess vele. Egy unokátnak vettem, hadd el. Unokáknak vettem. Én nem eszem ilyeneket. Én a téli szaláminál megálltam. Azt nagyon szeretem, azt ott a vége. Hát, ha ők se eszik, egyszer megpróbáltam, az kész. Mielőtt? Az élőben jött volna, pont ezt fogalmaztam meg magamban, hogy Ann, nem tudtam tovább olvasni, Ann, hogy Ann. Vigyázz, Erzsikém! Istenem, te drága kis süketem. Arrém mész a cseppet, kiskutyám. Merci beaucoup, mon chéri. Csodálatos napot kívánok, én ugyanazt kívánom. Citromlevét is teszel bele? Vagy mi az? Miben? Kávéba? Egyszer teszek bele reggel. Hát már most délelőtt van, 11 óra. Nem. Egyszer iszom citromos kávét reggel.
Az első kávém citromos, utána már nem bizén, mert már fáj a gyomrom. Gyönyörű szép napot kívánok önnek. Én is, Zoltán drága, ugyanazt kívánom. Ugyanazt kívánom. Úgyhogy nagy pakolásba lesz Márti néni, de nagyon bevállalta magát, tisztára hülye vagyok. Csokolom, Márti néni, nincs néni. Vagy ténysasszony, vagy nagysasszony, vagy Márti. Ez van. A néni megszűnt. A 60 az új 50. Szép napot, Mártika, ha lesz időd, nézd meg az oldalamat, Léci, írtam valamit, és tettem fel egy képet, feltétlenül Szűcs Magdolna. Jaj, akarok mondani, kérdezni, kijelenteni. Kaptam valamelyik kötöktől ajándékot. De már is mondom a hölgy nevét. Annyira cuki, te, tegnap hozta posta. Csak este elfelejtettem megköszönni, mert gyökér vagyok. Markó Magdi. Kaptam tőle üdvözlőlapot, és kaptam tőle egy könyvet, Életeken át. Ez nem az az Életeken át, mint ami filmben megvolt, ez más. Életeken át. Nagyon szépen köszönöm, Magdikám drága. Nem tudom a címen. Nem tudom a címet, hogy segítsek neked, hogy megtalálja keresni. Nem tudom a címet, hogy segítsek. Miért kérne az én címem? Megadom a számla, számom elég a te. Úgyis üzét akarok benni ülő garnitúrát. Nem kell tudni az én címem. 557 milliószor elmondtam. Mártikám, honnan szoktad, igen, mit rendelni a szarvas kolbászt? Én nagyon szeretem. A Falusi Kosár, van a Facebookon egy ilyen oldalcsoport. Falusi Kosár. Felkeresik a termelőket, vigyázzál, termelőktől megveszik, hát nyilván tesznek rá hasznot, nem majd ingyen, és akkor itt landol, vagy ott landol nálan. Béke boldog se. Szép napot, Mártika, nagyon jól áll ez a frizura. Igen? Hát szerintem nem, de. Csók, Márti, nincs néni, mert letiltalak. Mink jó vagyunk, nagyon helyes. Nincs nénizés, nincs nénizés. Szép napot, ténysasszony, úgy. És nem tés asszony, hanem téns, en, téns asszony. Na. Vagy nagysasszony, az is lehet. Vagy tekintetes asszony, vagy köztársasági elnök asszony, ez is lehet. De hát keresztbe húzott nekem Viktor. Az is miben van, tudod, ki szavazzon rá. 6 hónapos és 5 éves kislányom itt nézi, és 6 hónapos kislányom simogatja az arcát. Egyem meg. A gyerekek szeretnek, megosztó vagyok a felnőttek között, de a gyerekek meg az állatok szeretnek. Hát hiába. Kellemes ünnepeket viszont kívánom. Kellemes karácsonyi ünnepeket és jó egészséget, Mártika, Vajdaságból. Köszönöm, drága Ella. Királynő, az. Hát most gondold, egy korona hogy mutatna ezen a hajkoronán? Egy igazi korona. Hát el nem tudod képzelni, milyen szebbebb lennék. Ember nálam jobban nincs, nagyon helyes. Pupi téns, nagyságos és köztársasági. Bolond, édes Bálintom. Jaj, szép napot kívánok, viszont kívánom, drága. Hideg is van. Hát úgy aludnék. De miért? Mit tudom én, mert már nagyok a gyerekeim. Boldog békés karácsony kívánom. Én is azt kívánom, drága. Mindjárt jövök, főzöm kávét. Jó van, drágám. Szép napot kívánok, viszont kívánom, csillagom. Annyira aludnék, hogy de nagyon. Megiszom a kávét, és szerintem el kell raknom. El kell raknom a libát, meg a kolbászt, hurkát. Azt lehet megsütöm, máma. Mi bajom lehet, mondd meg, már semmi. A világon semmi. Ibit hagyott a bánatba. Elment valahová karácsonyfát díszíteni. Hát mondom, te, ez valami engedélykérés tőlem, vagy valami? Szia, Mártika, szevasz, drága Zsuzsikám. Nézek valami sorozatot a Netflixen, vaják. Nézte valamelyik őtök? Egy rohadt szó, nem sok annyit nem értek belőle. Pupi, drága, Pupi, Mártika, nagyon bírom a stílusát, puszi. Jaj, de édes vagy, drága. Én is aludnék, hogy két helyen dolgozom. Szép. Én már kidolgoztam.
kidolgoztam magam. Ez most már pihenni. 16 éves korom óta dolgozom. Gondolj már bele. 16. Ez most már pihenés ideje. Kellene, hogy legyen. Ja, megjön Kálmán. Ó, hát jön a izé, a házelnök. Na, az is. Na, mindegy, majd megy. Tiszteletem, nagycsád. Úgy. Tekintetes asszony, úgy. Pupi, én már megint királynő lettem. A telet át kell aludni, mint a medve. Hát, ugye? Én biztos, hogy Brumi. Nekem az asszendensem medve. És az sokkal erősebb, mint az oroszlán. Jó napot, nagysasszony, úgy, tekintetes köztársasági asszony, kellemes ünnepeket, de hülye vagy, Kriszti. Ja, Istenem, bocsánat, Mártika, nem haragszom én semmiért. Szép napot, Márti néni, viszont kívánom, drága. Milyen névnap van ma? Szia, Mártika, szabad, drágám. Nem fogom reklámozni a cigarettát. Ne dohányozzál, mert nagyon drága és egészségtelen, állítólag. Ma reggel megkaptam a harmadik oltást. Az szép. Itt 14 fok van pluszban. Ja, mínusz 14. Á, Gyuri! Azt a rohadt! Pupa drága házelnök! Házelnök asszonyunknak! Csodás napot, Mártika! Viszont kívánom, drága! Szép napot kell! Milyen névnap van ma, azt kérdeztem. Szép napot kívánok! Már mondjuk én is megnézhetem, nem? Hát a Google jó barát. Igen, néztem a vajákat, nekem is kusza. Én nekem annyira keszek kusza, hogy szörnyű. Hát a tudod ki a bánat nézve, én nem. Takarítok, de sajnos lenézik őket sok helyen. Ha me hülyék. A takarítónőnek a kezét csókold meg, aki a mocskodat, a ganédat, a rendetlenségedet eltakarítja utánad. A kezét, a lábnyomát csókold meg. Uh-huh. Halál komolyan. Én is 14 éves korom óta dolgozom, már jó lenne nyugdíjba menni. Hát nyuszika, én se vagyok még nyugdíjas, én le vagyok százalékolva. De csak ilyen, mit tudom én, ilyen nagyon minimálisra, mert nem vagyok elég hülye, szerintük. Mert nem nézik az élőt azért. Ha nézni a főorvosod az élét, azt mondta, ne 100% rokkant. Tuti. Halál komolyan. Istentől megáldott kellemes ünnepeket. Neked is, drága Barbie. Zénó névnap. Nincs Zénóm helyes. Köszönöm. Nagyon szép napot kívánok. És boldog karácsonyt. Én is, drága. Én is. Tegnap Tamás volt. Olyanom sincs. De van Szilágyi Tomi. Dik Tomikának majd mindjárt ráírok Tomikára, hogy boldog névnapot ki. Elfelejtem a névnapokat. Még a sajátomat is sokszor. Párom nézi a Netflixen ezt a vaják sorozatot, 3 évad. Ötet lefoglalja, de nekem nem jön be. Ötet lefoglalja? Boldog karácsonyt, békés boldog, neked is, drága Blanka. Az a lényeg, hogy nyugalomba legyetek. Ne legyetek betegek, békesség. Az, hogy mit tesztek, mit iszt, olyan mindegy, te, mint a szélsőháznak. Hogy mit kaptál ajándra, ne azt nézd. Béke legyen, az a legfontosabb. Anikó és Zénó. Anikom sincs. Nincs is Anikom. De van Zsiláné Anikó. Ilyenkor úgy eszembe jutnak. Mondom, hülyülök. Hülyülök rendesen. Nem én lettem, nem engem javasolt Orbán köztársasági elnöknek. Azért ez mekkora trógárség, nem? Most azért, mert a Nováknak barna haja. Hát ezt befestem én barnára. Hát mibe van az nekem semmibe, te hülye. 29-én van igazi Tamás névnap. Na tessék, szép napot, holnaptól Szabin leszek. Nagyon helyes. Áldott békés karácsony kívánok sok szeretettel. Jaj, de édes vagy, Péterné. Buzgán Péterné. Neked is van egy neved. Mártika, ó, Mártika, mindannyiunk drága ténysasszonya. Szeretjük, tiszteljük. Mi van? Becsüljük, reméljük még sokáig. Hát bízunk benne, békés boldog ünnepeket, viszont kívánom, drága. Hát én egyedül leszek szerinted, kivel veszek össze a kutyával? Őszintén. Karácsonykor mész a lányodhoz, meg a fiadhoz? Nem. Mesés ünnepeket. Kedves Mártika, kívánok nagyon boldog karácsony. A lányomhoz, köszönöm, drága, viszont kívánom. A lányomhoz átszaladok, mert ő pesti. A fiam Debrecenben van, hát tudod, kiszaladgáljon Debrecenbe. Én biztos, hogy nem. Te felejtsd el.
Hát nem vagyok én, nem Zerge csinált engem, Rigó Gyula. Ami ugrok kettőt, az Debrecenbe vagyok, nem megyek én sehova. Sehova a jó helyről. Mi karanténba töltjük a karácsonyt. Az szép. Az szép. Jobbulást kívánok, drága. Én is beadatom a héten az oltást, azt mondtam, szerda van. Hát még hónap beadhatják. De beadatom én is a harmadikat. Én nem játszok a tűzzel. Hát nem merek menni sehova, te hülye. Hát sehova nem merek menni, mert csak két oltásom van. Állítólag két kínaira nem lehet harmadikat adni. Ezt is, hogy miért nem... Szóval én értem, hogy nagyon fontos, hogy ki lesz a köztársasági elnök, de az még fontosabb lenne, hogy tisztállásunk. Mi, miért, hogy, merre, meddig, mert jó, hogy hülyék vagyunk, mi pornép, mi hülyék vagyunk, na de annyira mégse, hogy ne tudjuk felfogni észre, hogy mi a bánatért nem lehet két kínaira egy harmadikat adni. Vagy így emberkísérletben vannak, hogy most akkor a Pfizer az engem hazavág, vagy nem? Nem értem. Na mindegy. Na jó van, napsugaröm, semmit nem akartam, ennyit akartam. Megmutatom a kutyákat. Na erre, gugyuzsok. Itt az egyik gugyuzs, ott van meg a másik gugyuzs. Ott van a másik gugyuzs. Ott a két gugyuzs, látod, a helyükön vannak ők már. Voltak sétálni, volt pisi kaki. De lehet Pfizert. De miért csak Pfizert? Miért csak Pfizert? Én a harmadiknak is vagy kínait adnak, vagy nem oltatom be magam. Nekem a kínaival semmi bajom nem volt, az kész, ennyi. Kedves Mátika, kívánok további szép napot, jó egészséget, puszika, puszika Anna. A nagyszüleim két kínaira Pfizert kaptak harmadiknak, de ezért nem hagyom én, hogy Pfizert adjanak, nem érted? Ha kettő kínai jó volt, mi a bánatnak kell? Mi a bánatnak kell másikat megbolygatni? Vagy túlélem, vagy nem? Nem, nem. Kínait kérek. Kínait. Beadhatja, más nem. Egy gyönyörű szép napot, Mártika, boldog karácsony. Neked is, drága csillagom. Áldott, boldog, békés karácsony, Márti néni. Nincs néni! Nincs néni. Ténysasszony, nagysasszony, köztársasági elnökasszony vagy Márta? Én egyet sem adatok be. Ha elítélne, én nem ítéllek el, én senkit nem ítéllek el, senkit, Piroska. És ez a saját döntésed. Hát hogy, milyen jogon ítéljek el bárki? Ne ítélj, hogy ne ítéltes. Senkit nem ítélek el, csak ha lélegeztetőgépre kerülsz, akkor ne csodálkozz. Csak mondom, mert én voltam covidos. Én az életemért küzdöttem. Halál komolyan. Én már megkaptam a harmadik oltást. De cukik milyen szépen fekszenek, biztos elfáradtak. Kellemes ünnepeket, viszont lehet kérni harmadiknak is Sinopharmot, azt fogok. Engem nem érdekel, hogy azt nem lehet. Dehogy nem lehet, hagyjam engem békén. Mit nem lehet? Mindent lehet. Meghalni nem lehet, vagy de olyan nincs, hogy ne halj meg egyszer. Egyébként mindent lehet. Ígyunk elvtársak. Ígyunk erre, most meg ígyunk arra. Nekem vagy azt adják be, vagy semmit. Ennyi. Két kínait kaptam, egy Pfizert. Én nem kérek. Én nem. Én kínait kérek. Ezt a Sinopharmot. Ez olyan kis édes szó. Ez a Pfizer, ez nekem olyan, nekem olyan durva. A Pfizer nem kell nekem. Nekem a Sinopharm az olyan kis aranyos szó is. Kína is lehet kínait. Ugye, hogy lehet? Mondom én. Mondom én, majd mindjárt felhívom az asszisztens hölgyet, hogy ugyan vágjon már belém egy adaggal. Mert nem merek kimozdulni. Sajnos már nagyon sokan belehaltak az oltásba. Te ezt honnan tudod? Én két Pfizert kaptam. Én kínait kaptam. Ma nagyon toppon van, Mátika. Én? Dehogy vagyok toppon, hagyjál már. Én toppon? Na majd elalszom, így ragad le a szemem. Azért nem adnak már be kínait. Miért? Kínait, mert nem termelt ellenanyagot, tehát hatástalan. Na, ugye már ez akkora hülyeség, hogy nem igaz. Beszélsz már hülyeséget. Tehát a kínai orvostudomány meg ne kérdőjelez, már egy kicsit öregebb, mint a többi. Egy picikét többet tudnak a kínaiak erről. Nem beszélsz már vakot. Az, hogy ezt hallottad a tévében, ne higgyél már el mindent, amit hallasz ott. Hát ne higgyél már el mindent. Feleség az, amit a tévében látsz, vagy a neten olvasol. Vagány a hajat, köszönöm szépen, kellemes szép napot, áldott békés karácsonyi ünnepeket, Katikám neked is. Ne higgyél el mindent.
Mindig elmondom, tegyél minden mondat után egy kérdőjelet, hogy vajon úgy van-e? Mert egyébként olyan vagy, mint a birka. Én is. Mindig kérdőjelez meg, hogy vajon így van? Járjál utána. Csokola Mártinéni, nagyságos, cénsasszony, én is egyedül leszek szenteste. Elzsébet a boltos lány. Édesem, szép hajad, Mártinéni. Ha még egyszer lenénizel, letiltalak. Nem vagyok néni. Kiokosítottak, hogy a 60 az még nem annyira öreg. Tehát vagy ténysasszony, vagy nagysasszony, vagy tekintetes asszony még jöhet, vagy héte, de néni felejtős. Puppana, de jól néz ki, ma is, mint mindig én. Jobban néznék ki, kiesnék magamból. Mekkora az ellenjel az két szín a farm után? Nem tudom, Erika, meg kell nézetni. Én egyet sem kérnék, de sajnos kötelező. Hát, én azt gondolom, hogy a szervezet nem hülye. Ha én átestem a Covidon, akkor a szervezet, az, mint ahogy az influenzánál is. De nem értek hozzá, nem vagyok orvosán, nem akarok én okoskodni, hát hülye vagyok hozzá, mint a tök. De azt gondolom, hogy a szervezet nem hülye. Nagyon jó van kitalálva az emberi szervezet. Emlékszik az rá. Na mindegy. Ebéd mi lesz, drága? Edd meg leves köpki hússal. Nagysasszony. Igen, igen, ne röhögjél. Igen, nagysasszony. Minden oké, Mártika, kávé, víz, cigi. Így, így. Nem tudom, mi lesz az ebéd. Nincs is kedvem fél. Magamra főzzek. A főzzen a bánat magára. De van annyi kajám, te? Hát szerintem a kerületet jó tudnám lakatni. Regisztrációnál Pfizert adnak. Én nem regisztrálok. Üdvözlet, ténysasszony, Debrecenből, áldott ünnepeked. Tamás, üdvözlem, drága. Igen, mert azt mondta a házi orvosomnak a miszisztérikája, hogy ő csak kínai tud adni, és nem adhat, mert már két kínai bennem van. És a harmadik bennem lesz, olyan kicsik a kínaiak, hát elférnek bennem, akkora vagyok. Hát mitől ne adhatná? Beadatom én azt magamnak. Nyugtasd meg magad. Úgy. Vettem karifát, nem is én, Ibi. Vett karácsonyfát. Na jó, kifizettem, de akkor is vett. Ő vette. Egy kis normál fenyőt, mert olyanom még nincs. Ezüst fenyő van itt az udvaron. Normál fenyő nincs, most már van. Azt se tudom, hol vannak a karácsonyi díszek. Nincs karácsonyi hangulatom. Igen. Mártikám, két Sputnik után három faze, ilyen nagyon beteg lettem, egy napot feküdtem, vérnyomás, fejgő, Jézusom. Párom, két kínai után, mi van vele? Után ismét kínai szeretett volna harmadik oltásnak, de nem kaphat csak Pfizer-t. Ugyan ma? Hát akkor meg ne, akkor nem adatok semmit. Hát nehogy már ő mondja meg, hogy én mit akarok. Na, hagyjál már. Nem variálunk. Nem variálunk. Két kínai bennem, akkor a harmadik is kínai lesz. Kész. Vagy nem kapok harmadikat. Ennyi. Üdv Mántika Geszteréről. Az hol van, édesem? Nem tudom, hol van Gesztere. De milyen jó név. Hol laksz? Geszterén. Marha jó. Na jó van, napsugaraim. Elmegyek a Nátházba. Békesség legyen a szívedbe, a békét keresd. Ne állj az erdő felől mindig. Ne állj az, jön a baj magától, hidd, de nem kell azt keresni. És olyan tetves rövid ez az élet. Arra elpocsékolni, hogy köpködöd a másikat, meg ócsárodod, semmi értelme nincs. Békesség legyen benned. Nézzél hülye filmeket, mint ez a vaják, vagy mi a bánat, ne nézed, mert rettenetes, legalábbis nekem, én nem is értek egy szót se belőle. Süssél, főzzél, teljesen mindegy, hogy milyen ajándékot kapsz, ha semmit nem kapsz, mint hogy én. Mondjuk nem igaz, mert én már kaptam egy könyvet. Ha semmit nem kapsz, akkor is az a lényeg, hogy béke legyen. Tudom, hogy ilyen izének tűnik, de hidd el, hogy a legfontosabb. Csokorom, szép napot kívánok, mi most megyünk venni. Mit? Fát? Nagyon helyes. Az iparkodjám elég kevés van. Hát tudod, ami marad. Azt adják már el ilyenkor, ami marad. Pupika, puszika drága, további szép napot. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok. A Dunántúli Áfész nevében, Orbán Viktor nevében is nyilatkozhatom, gondolom én. Novák Katalin, aki kiütött a nyerekből,
hogy jöjjön rá a szapora az ő nevében, és kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket, sok locsolót, és boldog új évet. Pupi!